Csökkent az egészségügyi szűrővizsgálatokon részebők száma a koronavírus járvány hazai kirobbanása óta. Sokján ugyan mennének szűrésre a lakosok, de azt a választ kapják, csak sürgősségi ellátást végeznek el a rendeléseken. A prevencióra pedig ebben az időszakban különösen fontos nagy hangsúlyt fektetni. A megyei kórházak által működtetett egészségfejlesztési irodák ezekben a hónapokban is igyekeznek minél többeket elérni, a korábbiakhoz képest annyi különbséggel, hogy a személyes találkozások helyett online programokon keresztül. A Nyíregyházi járási irodánál ezek megvalósítására már a járvány első hulláma idején átálltak. Igyekeznek olyan témaköröket feldolgozni, amelyek ebben a formában is hasznosak és áthathatóak, hangott el 35 perc című műsorunkban. Iskolás esetében ö, szakember bevonásával ö, több alkalommal tartottunk ö, különböző osztályoknak, csoportoknak, ö, a függőségekről előadás sorozatot, de ugyanúgy vittük, mint ahogy egyébként személyes kontaktus által is a konfliktus kezelő tréningeket, természetesen a módszertant dolgozva, de ez nagyon-nagyon népszerű továbbra is az iskolás korúak körében. A nyári időszakban volt lehetőségünk arra, hogy akkor még ugye nyári táborokba is eljussunk különböző programokkal, ahol mind a testi egészségre, mind a mentális egészségre fókuszáltunk. Emellett állapotfelmérő pontokkal települtek ki különféle nagy rendezvényekre, szeptemberben pedig elindultak munkahelyi mozgás programjaik, elsősorban az egészségügyi és oktatási nevelési dolgozók körében. A gyermekektől kezdve a szépkorú, akik minden korcsoportot próbálnak megszólítani, a népegészségügyi célú szűrésekre való mozgósításon túl az egészségtudatosság kialakítása is fő céljuk. Az a tapasztalatuk, hogy az aktív munkaképes korú lakosságot nehéz elérni az online programokkal, hiába munkaidő utára időszítik ezeket. A hátrányok mellett ugyanakkor több előnye is van ennek a formának. Az online térbe való programoknak az átmozgatása megtanított minket egy csomó olyan módszertanra, akár az egészségfejlesztésre gondolván, amit a korábbi időszakban nem alkalmaztunk, vagy kevésbé figyeltünk fel rá, és most megtudtuk találni ezeknek a módszertanoknak a hatékonyságát. Ez, ez mind számomra, mind pedig a kollégáim számára azt gondolom, hogy előnyös lehet. Illetve hát ami az online programok megtartásánál még talán egy előnyként kiemelendő, hogy a, a kiutazási időt spóroljuk meg ezzel. Ezt az időt pedig például a módszert arra való felkészülésre tudják fordítani. Az elsősorban szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek prevenciója során helyi szakembereket is bevannak a programokba, mert úgy látják, rajtuk keresztül könnyen megszólítani a megyében élőket.